Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Valami olyan dologról fogunk beszélgetni, ami engem személyesen is érint. Szerintem néhány jó tanács, vagy egy kis tudatosság az én életemet is megkönnyíteni, úgyhogy remélem, hogy segíteni fog nekem is ebben Bíró Bence Péter, pszichológus, aki itt ül velem a stúdióban. Örülök, hogy itt vagy, Bence, szia! Köszönöm a lehetőséget, sok szeretettel köszönöm a hallgatókat is. Amiről pedig beszélgetni fogunk, az az időgazdálkodás és hatékonyság. Hát az időfogalmát ezt ismerjük, meg nagyon sokan a gazdálkodásét is. Mit jelent a jó időgazdálkodás? Nagyon jó a kérdés, azért is tetszik nekem, mert hogy a legtöbben ezt úgy képzeljük el, hogy a jó időgazdálkodás azt jelenti, hogy mindent elvégeztünk, amit csak akartunk, mindent a maximális teljesítményen, minden szerepben helytáltunk, akár apaként, anyaként, gyerekként, unokaként, akár a sportban, a szerelemben és mindenben egyszerre. De valójában a jó időgazdálkodásnál az a reális cél, hogy azokat a dolgokat, amik a legfontosabbak, azokra jutott időnk, és azokat el tudtuk végezni a minőségben, ahogy ez nekünk számít. És nem csak a feladatokat, hanem a magánemberi szükségleteinkre is tudott valamennyi időt jutni. Jól gondolom, hogy a tervezés, meg a legszületett tervbetartása a legfontosabb, amikor ezt az időgazdálkodási formulát kidolgozzuk, hogy ilyen nagyon komolyan fogalmazzak? Ez nagyon-nagyon fontos ilyenkor, de én amire jobban szoktam figyelni az ügyfeleimnél, az általában az szokott lenni, hogy mennyire fáradnak el. Mert hogyha az ember nagyon-nagyon fáradt, akkor nagyon nehéz neki ragaszkodni a tervekhez. És éppen a múltkori adásban beszélgettünk erről, hogyha az ember jobban kipiheni magát, vagy vannak időszakaszok, amikor egy picit vissza tud töltődni, akkor az akaratere is vissza tud töltődni egy picit, és talán jobb teljesítményt tud nyújtani a munkájában, lehet, hogy rövidebb idő alatt tudja megcsinálni ugyanazokat a feladatokat, mint mondjuk fáradtan sokáig tartana. Ez a töltődést, ez szerintem biztos, hogy minden hallgatónk megfogadja jó tanácsként, de hát vannak nehezebben betartható tanácsok is, ezekről is beszéljünk meg arról, hogy hasznos-e, hogyha valaki napi rendet, időbeosztást készít. Folytatjuk Bíró Bence Péter pszichológussal mindjárt, itt a Retro Rádióban. Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Nem tudom, hogy hányan vannak még ágyban, és hányan indultak már el bevásárolni, vagy éppen munkába, vagy a gyerekért, vagy kirándulni, és hogyha igen, akkor sikerült időben elindulni, nem borul fel a napi rendjük, vagy ez szombaton nem annyira releváns? Azért kérdezem mindezt, mert az időgazdálkodásról beszélgetünk Bíró Bence Péter pszichológussal. Az előbb már szó esett arról, hogy mennyire fontos a feltöltődés, de vajon fontos-e a napi rend? Bence, az hasznos lehet, hogyha én akár csak minden napra, este lefekvés előtt a következőre csinálok magamnak ilyen tervet, hogy mondjuk ettől eddig ezt fogom csinálni, ettől eddig azt fogom csinálni, és ahhoz próbálom magam tartani. Vagy azzal csak ártok magamnak, ha ehhez görcsösen ragaszkodom? Ez egy jó kérdés, ami szerintem itt fontos, hogy az adott feladat az mennyi időt igényel, és adunk-e magunknak egy időkeretet hozzá. Uh-huh. Például egy nagyon gyakori sztori, hogy valakinek van egy feladat, amit mondjuk 4 óra alatt el lehet végezni, tehát úgy, hogy van rá 8 órája, ezért szépen lassan addig csetelget, közben telefonon, Facebookon. Ó, ezt ismerem. Mindannyian ismerik szerintem ezt. És hogyha ehhez szabunk valamiféle határidőt, hogy jó, akkor ez délután 2-ig meg kéne csinálni, akkor könnyebb nekünk az, hogy hatékonyabbak legyünk. De nagyon sokan viselkedünk ezzel, úgyhogy jó, de az utolsó pillanatra hagyjuk akármi is van, és a saját délután 2-es határidőnket nem fogjuk betartani. Erre egy korábbi tanárom javasolta azt a tanácsot, még az egyetemen a pszichológián, ami nagyon sokat segített, szerintem sokaknak, hogy ha tudjuk, hogy úgyis az utolsó pillanatban csinálnánk ezt meg, akkor csináljunk valami programot az azt megelőző 4 órára, vagy 5 órára, vagy 6 órára, tehát a vizsgai időszakra is érdemes úgy felkészülni, hogy ne hazudjuk be magunknak azt, hogy minden nap tanulni fogunk 6 órát, hogyha hiszen nem fogjuk ezt megtenni. Hiszen csak az utolsó éjszaka fogunk tanulni. Igen, igen. És akkor érdemes úgy tervezni, hogy akkor ténylegesen ki is tudjuk élvezni ezt az időt, amit egyébként sem szállnánk rá a dolgozásra, tanásra, feladatokra. Hú, ezt szerintem nagyon sokan úgy fogják föl, mint valami istenkáromlást, hogy inkább fogadjuk azt el, hogy úgyis az utolsó pillanatban fogjuk megcsinálni. Fogadjuk el, hogy pattópálulak vagyunk, és akkor legalább az előző időszakot, amit amúgy is ellógnánk, azt akkor tervezzük be lógásnak. Szerintem beszélgessünk a halogatásról is majd, viszont összességében egy általános jó tipp szokott lenni, hogyha az ember meg tud bízni a saját szavában. Tehát minél inkább olyan ígéreteket kezdek magamnak tenni, amiket tudok tartani, annál könnyebben fogok bízni a saját ígéretemre, a saját szavamban, és bele tudok kerülni egy olyan lendületbe, hogy egyébként a múltkor is tartottam, és megértem magamnak, ma is, holnap után is, és hogyha ez már egy szokássá vált, akkor könnyebben fogom elhinni és komolyan venni a saját magamnak tett ígéreteimet. Tehát ezért is javaslom azt, hogy egy picit kisebbek legyenek az ígéretek első körben, aztán később fokozatosan ezen tudunk növelni. Meg ugye a hiba még az szokott lenni, hogy azt mondom, hogy fú, van egy délelőttöm, akkor ezt is megcsinálom, kitakarítok, kimosom a függönyt, megcsinálom az elmaradt munkámat, megfőzök egy hétre előre, szóval ilyenkor így azt hiszük, hogy miénk a világ.
Így van, és ez egy teljesen természetes emberi folyamat, hogy azt gondoljuk, hogy milyenkor világ, és mindent meg akarunk csinálni. Ami nagyon sokaknak nehézséget szokott okozni, az az, hogy mik a legfontosabb dolgok, és ebben tudunk-e valamiféle sorrendet felállítani, mi az, ami igazán számít. És ilyenkor ez nem annyira egyszerű, hiszen oké, de kinek számít, nekem, a családomnak, a főnökömnek? Most akkor mi az, ami mi mentén tudok egyáltalán szervezni? És biztos az is lehetséges, hogy a főnököm azt mondja, hogy minden feladat fontos, mindent egyszer el kéne végezni, és nehéz ebben nekünk sorrendeket csinálni. Viszont maga a készség, hogy megtaláljuk a lényeget, és ebben sorrendet tudjunk csinálni, az rengeteget tud segíteni abban, hogy a nap végén azt érezzük, hogy elégedettek lehetünk a napi teljesítményünkkel. Márpedig ugye ez lenne a cél. Hát ennek a célnek az elérésében segítkezünk. A következő fél órában folytatjuk még Bíró Bence Péter pszichológussal itt a Retro Rádióban. Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei. Jó reggelt kívánok mindenkinek! A mikrofonnál Leirer Tíme, a vendégem pedig továbbra is Bíró Bence Péter, pszichológus, akivel az időgazdálkodásról beszélgetünk. Ugye eljutottunk odáig, hogy egy napirend, vagy egy jó kis rutin, ami napról napra működőképes lehet, az beválik. Na de honnan tudjuk, Bence, hogy mire mennyi időt kell szánnunk, hogy hogyan alkossuk meg ezt a napi rutint? Szerintem most már bármelyik hallgatónk, aki minket hallgat, neki van a legtöbb feladat esetén már egy tapasztalata, aha, hogy egy adott, mondjuk egy főzés, az mennyi időt vesz igénybe, egy takarítás mennyi időt vesz igénybe, mondjuk egy adott munkai feladat, amit már korábban csinált, az nagyjából mennyi időt szokott igénybe venni. Tehát egy ilyen reális becslést azt tudunk tenni a korábbi tapasztalat alapján, de természetesen, hogyha olyanokról beszélünk, hogy egy új feladatot meg kell tanulnunk, mondjuk egy nyelvet tanulni, mennyi idő lesz, mondjuk megtanulnunk angolul, vagy németül, vagy franciául, ezt nem biztos, hogy tudjuk előre. Viszont lehet, hogy van olyan ember, akiben tapasztalt, és meg tudja mondani, hogy erre nagyjából kezdőként mennyi időt szabad rászenni. Akkor ne szégyeljük meg tőle megkérdezni azt, hogy körülbelül mivel számoljunk. Egyébként mind szokott leginkább elcsúszni a napi rend? Mind szokott leginkább elcsúszni az időbeosztás? Nekem nagy szerelem témám ez, és általában az szokott lenni, hogy nagyon maximalisták vagyunk, és elveszünk a részletekben. Ugye van egy olyan elv, amit úgy hívnak, hogy a csökkenő hozadék elve, hogy minél többet fektetünk egy feladatba, annál jobb minőségű lesz egy darabig, egy pontig. De aztán, egy darabig? Így van. Tehát most gondolj bele, hogy elkezdjük ezt a beszélgetést felvenni, és mondjuk valamelyikünk belebotlik egy mondat, mondjuk én belebotok egy mondatba, és újra és újra felvesszük, és lehet, hogy mondjuk 2-3 gyakorlás után egy jobb minőségű anyagot tudnánk felvenni, de ha 6 órán keresztül itt tudunk, és folyamatosan ezt a mondatot gyakoroljuk, akkor igazából kisebb lesz a végi teljesítmény, mint hogyha mondjuk megelégettünk volna az elég jóval. Tehát van egy pont, akár a takarításban, akár a munkában, ahol nem érdemes már egy pontnál tovább a maximalizmusra odafigyelni, hanem érdemes az elég jót megtalálni. Hol van az a pont, amiben még megéri befektetni az energiát, és van is értelme, és van kimenetel benne. Az előbb említetted a halogatást. Az én fejemben egyébként két dolog van, ami nagyon hátráltathatja a hatékony időgazdálkodást. Az egyik a halogatás, a másik pedig a carpe diem. Hogyha a carpe diemet vesszük, ugye élj a mának, élt meg a pillanatot. Hogyha egy rendszerint, meg beosztás szerint élünk, akkor nem vesszük el ezzel saját magunktól a pillanat örömét? Mert mindig az jár a fejünkben, hogy mikor kell befejezni, meg mi a következő. Igen, nagyon-nagyon jó a kérdés. Nekem kettős a válaszom erre. Az egyik az, hogyha vannak egészséges keretek az életemben, tehát mondjuk tudom azt, hogy mi az, ami munkára van rászánva, és mi az, ami mondjuk a szórakozásra, melyik a kávészünet a barátokkal, kollégákkal, melyik az, amikor mondjuk vége van a munkaidőnek, és akkor tényleg a családomra tudok figyelni, vagy a saját szükségleteimre. Ha ezek a keretek megvannak, akkor a carpe diem is tud érvényesülni. De a feladatok is el lesznek végezve. A másik oldalról, hogy nem mindenki működik jól a nagyon percre pontosan beosztott napi rendben, és valakinek az segít többet, hogyha csak a feladatok vannak meghatározva. Tudom azt, hogy 3-4 dolgot meg kell csinálni, de az, hogy hány órától hány percig fogom ezeket csinálni, az nem biztos, hogy mindenkinek tartható. Tehát ez a kettős válaszom erre. Általában a keretek és a határok azok jól szoktak működni, hogyha megtaláljuk a saját szükségletünkhez illeszkedő határokat. És megtanuljuk azt is, hogy miért nem érdemes Pató Pál úrnak lennünk, és mindenre azt mondanunk, hogy el ráérünk arra még. Erről mindenképpen beszélnünk kell az időgazdálkodás kapcsán. Nekem is az egyik legnagyobb problémám, és szerintem nem vagyok egyedül, úgyhogy még egy megszólalás erejéig jövünk vissza Bíró Bence Péterre mindjárt itt a Retro Rádióban. Retro Rádió minden idők legnagyobb slágerei, időbeosztásról, időgazdálkodásról beszélgetünk Bíró Bence Péter pszichológussal. Ott hittük abba, hogy el ráérünk arra még. Hát Bence, na és akkor mi a helyzet ezzel a halogatással? Ez ilyen sokunk betegsége, gyógyítható? Természetesen, igen, igen. Bár azért tegyük hozzá, hogy nem betegség, mindenkinek egy teljesen természetes folyamata. Idézőjel betettem a betegséget. Azért rossz egyébként, mert én is hajlamos vagyok rá. Tehát, hogyha valamit csak csütörtökre kell megcsinálni, akkor szerdáig biztos, hogy nem állok neki egyáltalán. Tehát még csak rá se nézek. És közben rossz ez nekem. Tehát ott van a fejemben, piszkál, tudom, hogy meg kéne csinálni, és mégse.
azért jó a téma, meg azért, hogy beszélgettünk az adás előtt, mert amit megismerhettem veled, nem fogod meg ilyen személyes információkat elmondani, azt viszont elmondanám, hogy azt ismertem meg, hogy magas színvonalú munkára törekszel. És nyilvánvalóan az a sejtésem van, hogy ha te valamit még nem csináltál meg, akkor valami mással foglalkozol, amit szintén magas színvonalon csinálsz. Tehát általában az ember nem akkor halogat, amikor csak a fekszik és a kanapén nézi a tévét. De azért de akkor is egyébként. És arra is van egy válaszom egyébként, de hogy nagyon sokszor az van, hogy valójában nem lusták vagyunk és azért halogatunk, hanem azért halogatunk, mert van más, amivel kéne foglalkoznunk is fontos, és azt is el kell végezni. Tehát van egyfajta konfliktus abban, hogy melyik a legfontosabb ezek közül. De mi van akkor, amikor mondjuk a tévét nézem, és igazából nem csinálok semmit, pedig nagyon szükség lenne rá, hogy ezekkel foglalkozok a fontos feladatokkal. Ilyenkor kettő dolog lehetséges, megint csak az egyik a pihenés, tehát lehet, hogy ténylegesen szükség van a szervezetünkre a pihenésre. A másik oldalra pedig ott van az is, hogy nagyon sokszor annyira soknak tűnik ez a feladattömeg egyszerre. Annyira soknak tűnik ez a sok-sok minden, és annyira jó minőségbe kéne elvégezni, annyira ott kéne lenni fejben, hogy nagyon nehéz elkezdeni. És ilyenkor a legjobb gyakorlatom erre az, hogy próbáljuk meg valamiféle picivel elkezdeni ezt a feladatot. Tipikus példa erre a mosogatás, hogyha ott van egy 60 mosatlan edény előttünk, akkor nagyon nehéz ezt elkezdeni, de hogyha már ott van a kezemben a szivacs, és csak annyit várok el magamtól, hogy egy tányért elmosok, akkor onnantól már nagyon könnyű lesz egy következőt is elmosni, és tudjuk be azt, hogyha mondjuk 6 tányért elmostam a 7-ből, akkor az már haladás, és nem kell tökéletesen csinálni mindent, és ez nem számít nullának, hogyha csak 6 lett elmosogatva a 7 helyett. Ezt a lendületet nehéz egyébként megtalálni az elejére, amivel elkezdjük, mert valóban, mikor már csinálja az ember, akkor már tulajdonképpen még néha jó is, nem a mosogatás, hanem bármi más, aminek korábban nem álltunk neki. Igen, mondja is a közmondás, hogy az evés közben jön meg az étvágy, természetesen igen. Ismerjük ezt. A célok szoktak segíteni? Tehát, ha kitúzzunk magunk elé egy nagy célt, vagy sok kicsit, kinek melyik fekszik, az segítheti a hatékony időbeosztást? Nagyon-nagyon jó. Tehát, hogyha tudjuk, hogy miért csinálunk egy feladatot, akkor az általában tud minket motiválni arra, hogy na, ennek van értelme. Tehát nem csak azért van a feladat, mert meg kell csinálni, és szerepben helyet kell állni, és ez egy kötelező, muszáj dolog, hanem valamifelé haladunk ezáltal, ez nagyon-nagyon hasznos. Ha pedig le tudjuk bontani kisebb mérföldkövekre, természetesen azok megint csak olyan motiválóak lehetnek, hogy nem egy könyvet kell egyszerre megírnom, hanem csak egy fél oldalt írok például. Nekem ez rengeteget segített annó, és azt is tudtam, hogy nem kell tökéletesen írni, és ezért tudtam ezzel gyorsan és körülékenyen haladni. Pedig nagyon sokan mondják, hogy szeretnének könyvet írni, de azért nem csinálják meg, mert nagy feladatnak tűnik ez egyszerre. De ha piciben elkezdik az emberek, akkor akármilyen feladattal lehet haladni. Fel lehet falni az elefántot. És te vagy rá a bizonyíték, neked is sikerült már többször is, úgyhogy más is tudhat könyvet írni. Hát köszönöm szépen, Bence, hogy itt voltál velünk, és erről beszéltünk. Neked működik a hatékony időbeosztás, csak hogy hát én azt gondolom, hogy felelősségre vonjalak, igen. Hál' Istennek, igen, azt gondolom, hogy ez elég jól működik. Köszönöm szépen. De jó neked. Akkor megpróbálok téged követni. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Bíró Bence Péter pszichológussal beszélgettünk az időgazdálkodásról, a nasolni valókkal való gazdálkodásról pedig Canik Balázs mesél majd nekünk a következő órában itt a Retro Rádióban. Tartsalak velünk akkor is, meg a hírekig is a jó zenék kedvéért.